Ahhoz, hogy egy gyerek vagy egy fiatal zavartalanul üzhesse versenyszerűen szeretett sportágát, vagy kiemelkedően teljesítsen a művészet egyes területein, azt hiszem tudjuk, hogy elengedhetetlen a szülői háttér, a támogatás. A vállalkozó kedvű 10 és 18 év közötti fiatalok most eszébe önthetik hálájukat, ugyanis három szervezet és egy támogató közös pályázatot hirdetett. A fiatalok bemutathatják eszéjükbe, hogy milyen segítséget kaptak szüleiktől, családjaiktól eddigi eredményeik eléréséhez. Vendégeim a témában Smit Gábor, a Magyar Kajakeru Szövetség főtitkára, Piller Szabira, ifjúsági kajakos és kócs Stímea, a Sportág Választó Kommunikáció és igazgatója. jó reggelt kívánok, jó öreg! Nos, hát itt több dolog is vegyül hirtelen. Ugye egyrészt van egy, azt gondolom, egy nagyon jól működő rendszer, ami a sportág választó rendszere most már jó néhány év óta, de ugye azért egy picit messzebbre mutató, mondjuk úgy, üzenete is van most elsősorban ennek az eszélykezdeményezésnek. Ugye hadd kérdezelek először téged, hogy hogyan született meg a gondolat, hogy egy picit most a dolog hátterét, a tartalmát és a reflektorfényen kívülieket is beemeljük ide ebbe a körbe. Így, így van. Az előző beszélgetéshez kapcsolódva, tehát ugye a nagy sportág választónak a célja, hogy minél többeket buzdítsunk a sportolásra, hiszen mi is azt gondoljuk, hogy a sportnak csak pozitív mellékhatásai vannak a gyógyszerekkel <laughs> ellentétben, <laughs> és csak tényleg közösségi szellemen túl az egészségre, fitségre, és nagyon sok mindenre tanít még azon kívül, hogy, hogy sportol a gyermek. És eh, most egy picit azokat szeretnénk a fókuszba tenni, akik már elindultak a sport vagy a művészet útján, hiszen van nekünk egy társrendezvényünk a nagy hangszerválasztó, és ezért bevontuk a művészeti területet is. Emellett, akivel közösen kiírtuk a Mol új tehetség eh, támogató programját az Új Európa Alapítvány, szintén a művészet és a sport területére egyáltal, egyaránt koncentrál, és az ifjú fiatalokat. Eh, eh, több éve már támogatja anyagilag, hogy sikeresebben tudják végezni a tevékenységüket. Maga ez az eszépályázat, ahogy te is felvezetted, arról szól, hogy azok, akik eddig a háttérben voltak, a szülők, a családok, de egy nagyon fontos pillérei annak a, az összmunkának, hogy egy, hogy egy gyermek akár a sport, akár a művészeti karrierjén érvényesüljön, ők előtérbe kerülhessenek, hiszen család szülői támogatás nélkül nagyon nehezen megoldható az, hogy, hogy valaki sikeres legyen. Gyakorlatilag reménytelen. Tehát Így azt nem. gondolom, hogy az az idő időszak, amíg az emberről egyáltalán ki tud derülni, hogy, hogy tehetséges-e valamiben, hát azt az időszakot, ha, ha, egy szülő nem támogatja effektíve, akár anyagilag, akár a fizikai jelenlétével, meg azzal az energiamennyiséggel, hogy elviszi a gyereket a foglalkozásokra, hozzaviszi, ahol a szakember azt mondta, hogy na igen, ő, ez gyakorlatilag mondhatni, hogy akkor hambába holt ötlet. Így nem beszélve a sok lelki támogatásról, tehát arról se feledkezzünk meg, és magában ezekben az eszi pályázatokban erre is kíváncsiak vagyunk. Tehát nem csak az anyagi vagy a, a szállítási ráfordításokra, hanem arra is, hogy egy család, egy szülő hogy tudja támogatni, akár egy mondjuk egy megtört pillanatban, egy nehéz pillanatban, hogy tud szurkolni, hogy a kedvenc ételével várja a sportolót, vagy a koncertről érkező gyermeket. Tehát ezek a lelki támaszok talán ugyanolyan nagy súlyban ö, hozzájárulnak ahhoz, hogy, hogy, egy fiatal tényleg egy támogatást kapjon. A pályázatot szeptember 10-ig lehet beadni, nincsen nevezési díja, tehát mindenki <laughs> anyagi kockázat nélkül írhatja le a saját gondolatait. Egy kb. Kb. 5000 karakternyi szöveget, ez egy ilyen két oldalnak uh -huh. megfelelő szöveget várunk, és a rendezvénynek a honlapján a www.sportágválasztó.hu oldalon minden pályázati feltétel és pályázati űrlap megtalálható, és a zsűri egy gyors értékelés után már a most következő szeptember 19-20-ai Budapesti Nasportágválasztón hirdeti meg, hogy kik voltak a, a nyertesek. Tehát viszonylag hamarabb egy azt igen, is, hogy ki volt a leghálásabb, legalábbis szavakba öntve a szüleinek. Így van, van és hát az, az erkölcsi elismerés mellett, hiszen nagyon sok helyen publikálni fogjuk ezeket a történeteket, példaként állítva a szülőket, családokat azért a gondoskodásért, amit a gyermekeiknek adnak. Ezen felül vannak értékes nyeremények is. Tehát például az első díj egy családi wellness hétvége, ami 150 ezer forint értékű, tehát azt gondolom, hogy tényleg most akkor a gyermek egy picit a családot, a szülőt, Na, ezért a... jó, akkor sok mindenért. Test közeli élményekben, ugye te fűsági világban vagyok, vagy te hogy, hogy élted meg a pályafutásod kezdetén mindazt, amit, amit a családot tett azért, hogy egyáltalán eljuthass ide? Engem a szüleim mindig támogatnak, mindenben lelkileg és anyagilag is ugyanúgy, és hát nekem van egy ikertestvérem, tehát nekik ezt úgy kell, hogy nekem is megadnak mindent, és a Fiúikért testvérem van, és a Kristófnak is ugyanúgy. Az összes versenyemen ott vannak, tehát nem fordult olyan el, hogy valamilyen ok miatt ne tudtak volna ott lenni. És hát ugye itt beszélek arról is, a anyagi támogatásról, hogy mint például meg kell venni hajót, amiben tudjunk evezni, lapátot, de engem támogat a Brácsa Sport, így hát azt tőle kapom. És hát ugye itt az edzőtáborokról is szó van, ami nem kis összeg, és masször, orvos, tehát itt ilyenek is szabályoznak. És az, az, általában a családom erről szóba szokott kerülni, Szabina, hogy ez, ez mekkora áldozat a szüleitől, tehát el szokott mm. az hangozni, és figyelj, most erre, most erre össze tudunk spórolni, erre nem, most ezzel várjunk egy picit, vagy, vagy ők ezt, ezt a háttérben szinte láthatatlanul zöggenőmentesen nyújtják a Na, az úgy csinálják, hogy én ne is vegyem észre, hogy nekik mennyi munkával jár az, hogy tudjanak minket támogatni. Hát ez ez a másik fantasztikus dolog, én azt gondolom, nem Gábor? Tehát ez, ha így vissza, visszagondolsz arra, hogy hogy azok a világ sportolóink, akiknek a, a, a pályafutását követhetett közelről, tényleg a, a berobbanástól a, a csúcson keresztül egészen mondjuk a végkifejletig, hogyha hogy azt a kis kört, azt a szűk, szürke kört, akik úgy körülöttük mozogtak, úgy egyszer csak előhoznánk, akkor azért egy nagyon szép nagy halmaz kapnánk, nem? Igen, azt gondolom, hogy ez egy nagyon széles kör azért, akik láthatatlanul ott mozognak Igen. egy, egy sportoló pályafutása mellett végig, de azért mi a szövetségben is mindig azt szoktuk mondani, hogy a szülők a legnagyobb szponzorok. Igen. Ha ezt mind-mind összeadnánk. És, és ez és nagyon nagyon pozitív, hogy ezt végül is így elismeritek neked. De nincs is erre, azt gondolom, nincs ezen vita, ezt nem is nagyon lehet más. De nincs vita, sőt, én azt látom, hogy a kajakkerű sportákban egyre inkább az egyesületek föl is ismerik azt, hogy a szülőket ugyanúgy bele is kell vonni a klub életébe, hiszen mm mindenképp fontosnak tartjuk azt, hogy a mi kis egyesületénk az valódi klubszerű működést érjenek el, ami azt jelenti, hogy mindenkinek, aki ebben a kis családban részt vesz, és valamit hozzá akar tenni, annak meg is legyen a helye. Ezért örömmel látjuk azt, hogy a szülők is megjelennek a vizitelepeken, ők is megtalálják a Egyéb segítő lehetőségeket is, nem csak a saját gyermeküket segítik, hanem sokszor másokat is, ami, ami azt gondolom hogy nagyon-nagyon pozitív. Sőt, sőt, egyre inkább azt látjuk, hogy ők is elkezdenek sportolni, beülnek egy hajóba uh -huh. már idősebb korban is. Szóval van egy klubélet egy... igen, igen. kiforni ebben Ez ez, ez rendkívül fontos, mert akkor még erősebb lesz az a kohéziós erő, ami, ami mozgatja ezt és természetesen egy olyan közösség tud kialakulni, amiből aztán természetesen a legjobbak ki tudnak emelkedni, és világbajnokok lesznek, de azok is megtalálják a helyüket, gyerekek is, versenyzők is, akik esetleg nem lesznek világbajnokok, de olyan élményt kapnak ebben a klubban, ebben a közösségben, ami aztán utána egész életükben meghatározó lesz, és utána esetleg már felnőttként egyrészt a gyerekeiket szintén kajakozni, vagy sportolni, más sportákba fogják adni, vagy egyszerűen csak segítik a sportágat, és ez nagyon fontos ez a fajta kohézió. Abszolút, minden szempontból. Az viszont ugye szintén nagyon fontos, és úgy látom, az legalábbis a tapasztalat az elmúlt években azt mutatja, hogy magának a nagy választó napjainak, tehát ezeknek a nyílt napoknak, ez egy igazi nagy ereje az, hogy, hogy igenis felbukkannak a nagybajnokok, tehát ott vannak, jelen vannak, megmutatják magukat, testközelben elérhetőek, megtapogathatóak, stb. stb. Ugye? Igen, én ezt nagyon becsülöm a az igazi nagy sztárokban, hogy, hogy ezt fontosnak tartják, hogy ott legyenek. Ugye a legutóbbi tavaszi sportágválasztón is az Új Európa Alapítvány diátadása ott volt, akkor is ott volt, többek között például Kovács Kat is, aki, aki ö, átadta a díjakat, és ott volt a gyerekek között, de ott vannak mindig mások is. Ez szerintem nagyon fontos, hogy később a már beérett versenyzők is ö, fontosnak tartják azt, hogy megint csak el kell indítani egy következő generációt, és nekik abban már felelősségük van, hogy, hogy meglegyen az utánpótlás. én ez úgy látom, hogy nagyon jól működik, és maga a sportágválasztó ezt nagyon jó katalizálta az elmúlt időszakban, úgyhogy én azt hiszem, hogy most szeptember 19-20 megint egy nagyon nagy esemény lesz, és csak buzdítok mindenkit, aki még nem kezdett el sporton, hogy menjen és válasszon magának. Bárkit választ, avval jó jár, hiszen minden sport az valahol hozzá fog tenni az ő életéhez. Mm. Szabina, a átlépésed hogy az ifjúsági világban, aki cím után majd a, a nagy felnőtt mezőnyben, közöttük hogy érzed, ez, ez mennyire lesz nagy falat? Én úgy érzem, hogy tudom majd teljesíteni, és megvannak a saját álmaim, és ki van tűzve egy cél nekem, és úgy érzem, hogy ebben nem lesz probléma. És ebből valamit elárulsz nekünk, hogy, hogy mi ez a cél, vagy mik ezek hát... az álmok, mi, mi formálódik a végén? Nekem a világ, felnőtt világbajnoki cím először is a cél, és utána persze az olimpia. És gondolom, hogy ott is valami fényes érem, ha lehet. Igen, az Na igen, természetesen. Hát, ha a magyar kajakerúról beszélünk, akkor mi más is lehetne az ember célja értelemszerűen. Hát én azt gondolom, hogy motiváció van a fiatalokban, és a lehetőség is megvan a találkozásra, illetve ugye a, a személyes élményeknek a megszerzésére a következő választón. és aki pedig úgy gondolja, hogy végre egy picit szeretné megköszönni mindazt a háttértámogatást, ami abszolút, azt gondolom, nélkülözhetetlen ma az utánpótlás nem annak itt a lehetősége, hogy egy kis rövid eszében mondja, el a hála szavait, a maga speciális módján ebben az eszében, mert mert ezek szerint van értelme, hiszen még díjak is lesznek a végén. Köszönöm szépen, és sok sikert szervezéshez!